Köszöntöm kedves nézőinket! Ballagást tartottak a II. János Pál pápa katolikus óvodában. A gyerekek színes műsorral készültek erre az alkalomra, melyen stábunk is jelen volt. Tartsanak velünk!
Yeah.
Köszönöm,
beszélünk a tornácra. Édes, kedves kis kecskék, ettetek-e füvecskét? Ittatok-e vizecskét? Meg legyek veletek elégedve.
volt. Én a mérges kecskeba. Három darab volt az áram, s a sörse bőre bundámon. Haragomban dobbantok, batáimmal dobbantok, átjutottam farmazommal, elsöpörnek farkammal. Jaj, 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 mi lesz most velem? Nem bejött vele a kakas? Miért sírdogás, Lulacka? Hogy ne sírdogálnám, egy kecket rohodott a házamba, engem lefelvedett. Kop, kop, kijön a házamba. Én a mérges kecskeba. Három karas volt az áram, s a szőse bőre bundámon. Haragomba dobbantok, batáimmal dobbantok. Átjuggatlak fölfarkammal, át elsöpörnek farkammal. Piros szívben kipörök, az ugyan csilla a villan. Hátam az kapta a kecskét a kalocsára. A kecske az a futott török apókhoz. Thank you.
Ha megsül a pogósra, pirosra, pirosra, megszedheti, Jancsi, Júlcsa, Bariska, Piroska. Amíg sül, énekeljük. Köszönöm,
Szentek fölmentenek, hogy a felé nyújtottak a Yeah.
iskolára belül a Szolgálatosokra. A Bátony Terenyei Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében az alapművészeti iskola diákjainak Rossz Csont színjátszó csoportja Zelk Zoltán a Három Nyúl című darabját adta elő. Csináltok!
Salgótarjánban az Erzsébet téren felállított szabadtéri színpadon neves előadók és tehetségek léptek fel a Magyar Dal napján. A rendezvény célja az volt, hogy a közönség együtt énekelje a magyar dalokat az előadókkal. Pár éve működik ez a nagyszerű kezdeményezés, ez a nagyszerű próbálkozás, ez a nagyszerű vállalkozás. A vállalkozás szó az ugye jó értelemben mondom ezt, hiszen azért azt még a közönség is tudja, vagy kapizsgálja, hogy bizony erre elég kevés anyagi forrás áll rendelkezésre. Mindenhonnan ezek a visszajelzések vannak, hogy bizony nagyon nehéz anyagi lábakon áll ez a dolog, ami talán jót is tesz neki, hiszen ezért még meg is harcolnak, megküzdenek, és kiderül minden helyen, vagy minden helyszínen, ahol éppen van szándék arra, hogy megrendezzék, meg is szerzik hozzá a hozzávalót. Az idei Magyar Dal napját Salgótarján Erzsébet terén rendezzük ugyanúgy, ahogy a tavalyit. Nagyon nagy dolog az, hogy ez a mai rendezvény összeállt, hiszen sajnos a város vezetése nem tudta támogatni, vagy nem szerette volna ezt a rendezvényt. És ennek ellenére összejött, megvalósul azért, mert 24 vállalkozó állt mellénk. Nagy jelentősége van, hogy a magyar szerzők magyar színpadon élőben megszólalhassanak. És így 6 zenekar érkezik ma hozzánk, az akusztik projekt kezdi a fellépés sorozatot, aztán a Milkshake és a Fanyol zenekar, akik mind salgótarjániak. Becsapott egy árnyék, egy fáradt lélekben csak a nyoma van. Hát a dallapján már mi játszottunk 3 évvel ezelőtt, az első dallapjára meghívtak, ezt még a József Attila kultúr rendezésében, akkor még a Hajdú György ott kultúrigazgató volt. Tavaly nem zenéltünk, nem hívtak, most hívtak erre az alkalomra. Hát örülünk, hogy itt lehetünk, tulajdonképpen megtiszteltetés ez számunkra. Budapesti zenekar érkezik az Etnofaun világzenével, a 21 gram, mint alternatív zenekar, fiataloknak szóló alternatív zenekar.
fénypontja, LGT dalokkal érkezik hozzánk Karácsony János és zenekara. Az egyéb többször szétesett, de üldöztek a végterem. Van a helyen, hogy pont lesz az út, hogy minden száll. Míg a házakban bújtál a széltől, a vihar engem elmakott, a megtévedt és rádadott, míg a józán. Azt gondolom, hogy kialakult, kiforrott az, hogy mik azok a, melyik azok a régiók, melyik azok a városok, melyik azok a helyszínek, vagy melyik azok a megyék, vagy a közösségek, tájak, amik mellé állnak ennek a dolognak, és szeretik ezt csinálni. Ugye itt nem csak a résztvevőkről beszélek, ugye ez nyilvánvaló, hanem magáról a szervezési útról, ugye amikor vége van most, ugye ennek most éjfélkor, a mai napon, innentől kezdve folytatódik a következő évnek a szervezése, gondolom én, valahogy így tűnik a dolog. Tehát ez egy mindennapos munkát ad a szervezés részéről azoknak, akik ennek szívüket, lelküket beleadják, mert tudom, hogy így van, majdnem egy egyéves munka előzi meg mindig azt, hogy létre tudjon jönni azon a helyszínen a Magyar Dal napja. Azonképpen mindenki szerintem azt gondol bele, vagy azt érez bele, vagy vél érezni bele, amit éppen akar. A résztvevők, jelen esetben ugye a zenekarok, előadók általában mindig meghatározzák egy kicsit ugye afelé, hogy milyen érzelmeket töltődik ez meg ez a dolog, ugye? És mivel, hogy nem cserebel alapon megy a dolog, hanem minden régióban bizonyos számú és mennyiségű előadó, zenekar, stb. Lép föl, éppen ezért azt gondolom, hogy mindegyiket külön-külön kéne foglalkozni, akkor tudnánk meg összehasonlítgatni ugye ezt az egészetet, kéne egy globálisan megjelenő műsor, ahol csak akár spot felvillanások erejéig is látná az ember, hogy például a 2012. szeptember 9-én most éppen mi történt a Magyar Dal napján. Remélem, hogy ez volt ilyen, tudom is, hogy van ilyen, volt is ilyen, de nagyon szorgalmaznám és szeretném, hogyha még sokkal fokozottabban és intenzíven ez a dolog tudna működni. Akkor látnánk azt igazából, hogy na, mi történt a Magyar Dal napján Magyarországon. Én a magam részéről szeretem ezt a várost. Régen én jártam itt Salgótarjánban, annak idén sok szép emléken fűződik a városhoz. Ez már lassacskán évtizedekre nyúlik vissza ez a dolog. Én azt mondom, hogy hála Istennek így van, hiszen akkor büszkén vállalhatom azt, hogy én bizony már 1970-es évek elején is olyan zenekarban, vagy olyan zenekarokban játszottam, akiknek volt szerencsém itt lenni. Úgyhogy sok szeretettel jöttem, szeretem a színpadot, szeretem a műfajt, ennyi az egész. Én azt gondolom, hogy ez bőven elég ahhoz, hogy az ember egy ilyen felkérésre büszkén és boldogan tudjon eljönni és teljesíteni. Köszönöm, hogy most is velünk tartottak, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Neodiba töltöztette, Bátony Terege, Ózdi út 72. A műsorvezető haját az Edit Szépségszalon készítette, Bátony Terege, Ózdi út 68-70.